Itt kezdtem tanulni a valót, talán itt kezdtem tanulni az embert, hangzanak a névadó Tolnai Lajos gondolatai, mely a 210. évében lépő Gyönki gimnázium elmondata is. Az iskola, melyről minden tanulója járjon-e falak közé bármely korban is, azt mondja, a Nyitottság és a Humánum intézménye ezúttal is visszavárta kedves diákjait, hogy együtt ünnepeljék e nemes évfordulót. Az intézmény megmutatta minden értékét, melyet az évtizedek alatt összegyűjtött, és ami ma is élteti, hogy megfeleljen a jelen kihívásainak, és erre készítse föl az idejáró diáksereget. A régiek pedig mosolyogva szemlélték az egykori Alma Mater folyosóin sétálgatva a múlt emlékeit, miközben elégedetten fogadták a jelent. Régi barátok ölelkeztek össze, és mesélték az ezerszer hallott és közösen átélt anekdótákat, az iskolai csinekről és a kollégiumi életről. A kollégium a kívülről szemlélő számára igen szigorú rendszerint működött. Az annyit jelentett, ugye, hogy mi 1968-ban ide kerültünk, szeptemberben. Itt volt egy 100-110 fős fiú kollégium, aminek elég szigorú napirendje volt. Hát nagyon érdekes időszak volt. 68-ban kezdtünk, ugye, ha kollégiumban a szabályok, amiről az Ulrich barátom beszélt, alapvetően meghatározták az életünket. Ami nagyon fontos volt, az, hogy nagyon humánosak voltak a tanárok. János bácsi, Kaspari János bácsi velünk sakkozott. És elviselte, hogy néha meg is vertük a sakkban. Tehát én azért azt gondolom, hogy mai nap is arról szól egy picit. Azért jöttünk mi ide szívesen. És azért jövünk minden évben szívesen. Mert valójában egy otthont adott nekünk ez a kollégium, a gimnáziummal együtt. Én valamikor pedagógus voltam, és nekem az egész pályafutásomra ez egy maradandó és elég végleges nyomot hagyott a Gyönki négy év, különösen a kollégium, különösen annak az akkori nevelőtanára, aki később hosszú évtizedekig vezette a gimnáziumot, és Petsz Péter tanár úr. Én teljesen világosan látom, hogy a ránézésre ez egy embertelen szituáció volt, ránézésre 14 éves gyerekeket bekényszeríteni abba, hogy a hálószobájukban reggel fél héttől este hétig nem mehetnek be, hanem folyosón levő szekrényekben azzal a kontaktussal élik a világát. De a lényeg mégsem ez volt, és azért nem ez volt a lényeg, mert a tanárok maguk ezt a rendet képesek voltak olyan tartalommal és olyan humanitással megtölteni, hogy igazából nem értünk el odáig, hogy fölfogjuk, hogy ez tulajdonképpen mennyire szigorú. Ez a négy év alapvetően meghatározó volt az életünkben. Itt van az ő kedves kis park, akkor itt voltak még a padok délutánonként, mikor még szabad volt, tulajdonképpen megtelt élettel. Elviseltük azt, hogy 24-en voltunk egy szobában, hogy kegyetlenkedtek a felsősök. Mi egyébként, hogy mondjam, megfogadtuk azt, hogy mi egy olyan időszakot fogunk létrehozni, vagy teremteni, amikor ezeket a dolgokat már nem tesszük, megaláztatásokat kihagyjuk. Tehát én azt gondolom, hogy a legszebb éveink közé tartozott ez az intézmény, és ma is bárhova kerültek a barátaim, gyakorlatilag akár a Tuba, akár a Kaspari kupán, mindig itt vagyunk. A kollégiumnak volt egy olyan saját szellemi, pedagógiai légköre, ami gyakorlatilag teljesen önállóvá tette ezt az intézményt, függetlenné a falutól és függetlenné a gimnáziumtól is. Csak annyit mondanék, hogy nagyon szépen tanították velünk az úgymond önkéntes fegyelmet, nevezzük így, hiszen minden héten egy alkalommal olyan úgynevezett önkormányzati nap volt, amikor a tanárok nem jöttek be, hanem egy harmadikos, negyedikes diáktanács tag volt a felelős azért, hogy az egész napi rendet lebonyolítsa. Tehát ez nevelés elméletleg nagyon jól ki volt dolgozva. Sok olyan diákot ismertem, annyira szerettek itt lenni, hogy adott esetben még a hétvégeket is itt töltötték. Volt, amikor egy-két hónap múlva mentünk csak haza. Tehát valódi otthont jelentett ez az intézmény, és én azért azt gondolom, hogy a személyiségformálási időszakban nekünk ez egy nagyon-nagyon lényeges lépcső volt. Ez azt is jelentette, hogy megtanultunk önállóan gondolkodni, ebben a zárt és nagyon szigorú rendben tulajdonképpen a szellemi szabadság meg bármikor megadatott. És ezt a humánumot, amit kaptunk akár Kaspari tanár úrtól, akár Petsz Péter tanár úrtól, tulajdonképpen a mai napig itt őrizzük.
Az imént már emlegetett Petsz Péter persze ma is jelen volt az ünnepségen. Kissé meghatódottan állta a diákság szeretet áradatát, miközben elmesélte, nem tud elszakadni kedves iskolájától, és szerencsére teszi hozzá, még ma is szívesen elfogadják tanácsait. Én nagyon büszke vagyok itt mindenre, magára az intézményre, tanítványokra, arra a hűségre, amiről ezek a tanítványok áradoznak, és még annak is örülök, hogy fölismernek, és én is megismerem őket. Az a fajta kapcsolatteremtési lehetőség, emberség vagy humánum, amiről általában visszajelzéseket is kapom. Tehát minap éppen találkoztam a Balaskó Lacival, aki azt mondja, hogy ő arra emlékszik, hogy mikor én bekerültem a kollégiumba, mert itt kezdtem kollégium nevelőként, akkor valahogy a kapcsolatteremtési lehetőségeket teremtettem meg diákoknak egymás közt, diákok és tanárok közt is természetesen. Amit már a munkálkodásom végén is éreztem, hogy valami hiányzik a magyar iskolákból. Nem tudom, minek nevezzem ezt. Hitnek, erkölcsnek, vagy valami olyan fajta fegyelmezettségnek munkában, közéletben, amire szüksége lenne. Nem csak azért a tanítványoknak, hogy tanuljanak, meg hogy teljesítsenek, meg hogy lássanak valami jövőképet, hanem azért is, hogy a mindennapi életben egy kicsit melegebben közelítsenek egymáshoz. Tolerancia talán, ami hiányzik. De ahogy itt tájékozódom, úgy minden rendben van. Fiatal a testület. A múltkor az igazgató kolléganő megjegyezte, hogy tanáriba belépve nevetés, öröm hangzik, és ez jó. Valószínű munkakedv. Remélem, hogy az. A német nyelv oktatása a kezdetektől meghatározóan jelen van az iskolai oktatási rendszerben. Az ezzel összefüggő kapcsolatok pedig lehetővé teszik a diákoknak, hogy szemléletük táguljon, és olyan kapcsolatokra, barátságokra tehessenek szert, melyek tovább szélesítik világlátásukat. Erről már Fork Rózsával, a nyelvi munkaközösség vezetőjével beszélgetünk azon a kiállításon, melyet az alkalomra rendeztek, demonstrálandó a gimnázium német nyelvvel és kultúrával való elhivatottságát. A Tolajlos Gimnázium, hogy 210 éves jubileumát ünnepeljük, több mint 10 éve nyelvvizsgaközpont, van egy osztrák nyelvvizsgánk, ez az ÖSD, erre az iskola kívüliek is jöhetnek, nagyon sokan felnőttek, más gimnáziumok tanulói érkeznek hozzánk, és itt nyelvvizsgázhatnak, amire akkreditált vizsgabizonyítványt kapnak. A másik az a nagy német nyelvvizsga, ezt úgy hívják, hogy DSD. Ide viszont csak az iskolánk tanulói vizsgázhatnak, és itt felsőfokú német nyelvvizsgabizonyítványt szerezhetnek, ami azt gondolom, hogy a mai világban, amikor a nyelvnek nagyon nagy értéke van, nagyon fontos dolog számukra. Az iskola mindig is rendelkezett német kapcsolatokkal. Így van, nagyon hosszú múltra tekinthet vissza. A legelső kapcsolatunk az a Darmstadt-i Georg Büchner Schuléval van, Georg Büchner iskolával. Még a rendszerváltás előtt jött létre ez a kapcsolat, aminek az a történelmi oka, szabad így mondanom, hogy Darmstadtba telepítették ki a gyönkön élő németeket a II. Világháború után, és az ott élő kitelepített magyarok vették fel a kapcsolatot Gyönk városával. Először lett egy testvérvárosi kapcsolat, és a gimnázium és a Georg Büchner iskola között is létrejött egy kapcsolat, aminek következtében 2-3 évente iskolai csoportok látogatnak Darmstadtba, ott egy kicsit bepillantanak az ottani iskolába, családoknál laknak, igen, hát megfigyelik azt, hogy ott hogyan folyik az oktatás, fogalmazunk szépen így, azt hiszem, illetve családoknál laknak, és aztán viszont mi is vendégül fogadjuk a darmstadti középiskolásokat. Ez egy borzasztóan nagy élmény a diákok számára, és azon kívül, hogy gyakoroljuk a német nyelvet, nyilván egy ilyen multikulturális behatást is ösztönöz, amiről azt gondolom, hogy a mai Európában nagyon-nagyon fontos. 210 év alatt mindig is oktattak a Tolnalős Gimnáziumban német nyelvet. Még akkor is azokban az úgymond sötétebb években, az 50-es években is, amikor ez azért nem annyira volt népszerű Magyarországon. 1987-ben indult el a két tannyelvűség a gimnáziumban, és 91-ben a német nemzetiségi oktatás, ami a profiljából fakadóan nagyon nagy hangsúlyt fektet a német hagyományok ápolására. Zene.
Azokról a nehéz 50-es évekről, amelyről az imént Folk Rózsa tanárnő mesélt, egy az iskola számára is fontos személyiséggel beszélgetünk. Dr. Bölcsfeldi József abban az időben járt az iskolába, majd matematikus lett és németül tanított matematikát az ország más vidékein. De ide mindig szívesen hazalátogat, mondja. Én magam 1951-től 55-ig jártam a Gyönki gimnáziumba, és itt érettségiztem. Mikor 51-ben idejöttünk, akkor már államosítva volt a gimnázium, de a régi református gimnáziumból két tanár, közöttük dr. Pintér Sándor, itt maradt a gimnáziumban. És én dr. Pintér Sándornak köszönhetem, hogy matematikus lettem. Mert elsőben olyan kristálytiszta logikával tudta előadni a geometriát, hogy az engem teljesen lenyűgözött egy életre. Utána Blészer Jenő ifjú tanár tanított másodikban, aki viszont nagy lendületet hozott az életünkben, mint fiatal tanár, és ő vett rá engem arra, hogy katonatiszteket tanítsak matematikára, második az gimnazista koromban, mert abban az időben az ment, hogy előbb lettek katonatisztek bizonyos emberek, és utána kezdtek leérettségizni, illetve arra készülni. A Gyönki gimnázium abban az időben, amikor én ide jártam, egy nagyon remek intézmény volt. Minden évfolyamon csak egyetlen egy osztály volt, tehát voltunk 120 diákok, és volt 12 tanár. Az 50-es évek elején, ugye, mert mindig a politikai diktatúrák azok késve lépnek életben vidéken, ugye Budapesten előbb érvényesült a dolog, mi akkor is jártunk templomba, ugye itt van a szomszédban a református templom, de egyébként hát ugye a hivatalos álláspont az volt, hogy kvázi üldözték a hitet, tehát saját felfogott érdekünkben nem volt célszerű nagyon látványosan élni meg a református hitet. Hála Istennek 34 évi kínlódás után 1990-ben változott a helyzet, és akik hisznek, és akik úgy érzik, hogy az a dolog lényege, mint például én is, azok nyugodtan megélhetik hitéletüket is. Én nagyon sokat járok a Gyönki gimnáziumba, egyfelől előadásokat tartani, mert nyugdíjba menetelem óta természetkutatással foglalkozom, és ismerem a Gyönki ifjúságot, meg mint az 56-os forradalom egyik résztvevője, én minden októberben valahol tartok októberi forradalmi megemlékezést, és a Gyönki gimnáziumban 4-5 évenként ugye, ahogy cserélődnek a diákok. Tehát jól ismerem az iskolát, és szilárdan meg vagyok győződve róla, hogy a Gyönki gimnázium még évszázadokon keresztül élni fog, ismétlem a kétnyelvűsége miatt. A jelen iskolájában az oktatás egyik kiemelkedő fontosságú része az informatika. Olyan használható tudással akarják az ezen a téren amúgy is tapasztalt diákság tudásanyagát fejleszteni, amelyet valójában használni tudnak majd a későbbiekben, meséli az iskola informatika tanára Szverte Árpád. Mindezt úgy, hogy még arra is figyelnek, hogy az esetleges káros hatásokat ne kelljen a gyerekeknek elviselniük. Jelen pillanatban két fejlett gépparkkal rendelkezünk, ez két terembe helyezkedik el, itt látjuk az egyiket. Az egyik erőssége ennek a teremnek nem mellesleg, hogy nincsenek benne a számítógépek, hanem a mellettünk lévő teremben, ezért ezáltal nagyon csöndben, majdhogy nem ilyen elektroszmog mentesen tudnak a gyerekek részt venni az órán. Ez az egyik, és amúgy rendelkezünk 110 darab tanulói laptoppal, amelyek az iskolai oktatást tudják megtámogatni. Vannak tanulási nehézséggel küszködő gyermekeink, akiknek ez használható esetleg az órán, tehát kiadható, ők kérhetik, tehát magára a tanórán is használhatják, illetve a későbbiekben vagy a kollégium, vagy itt az iskolában ugyanúgy használhatják a tanulásukra. De a legutóbbi pályázat kapcsán lehetőség volt arra, hogy olyan szoftverekkel is megismertessük a tanulóinkat, amelyekkel gyakorlatilag közoktatási intézményekben nem jellemzően foglalkoznak, ilyen például a Photoshop, amely egy eléggé drága szoftver lenne egy közintézmény számára, viszont egy pályázat keretein belül a gyerekek a képszerkesztés
Csinyát, Dinát nagyon szépen eltanulhatják. Ezáltal újabb lehetőségek nyílnak meg nekik a következő, az életszakaszukra nézve. Tanterben is be van építve rengeteg olyan elem, amely a kommunikációs szokásokat megerősíti, illetve frissíti. Igyekszünk nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy a mai korszerű kommunikációs szokásokkal a gyerekek tisztában legyenek, jól tudják azokat kezelni, és ne csak kezelni, hanem tisztában legyenek esetleg a kockázataikkal, azt gondolom ez is egy rendkívül fontos tényező a mai világban. És több olyan óra van, például okáira, amelyek a felhő alapú tárolást, a közös interneten keresztül végzett munkát erősítik meg a gyerekekben, azaz informatikába is igyekszünk bevonni a projekt alapú oktatást, ahol csoportosan többen egy közös célért dolgoznak, mint ahogy szerintem ez egy reális modellezése majd a hétköznapokban egy munkahelyen való munkavégzésnek. Két évtizeden minden esztendőben az egykori testnevelő Tuba Gyula emlékére kézilabda torna zajlik a Gyöngyi gimnáziumban. A verseny színvonalára jelzésként talán annyi elegendő, hogy a viadal része a magyar serdülő válogatott éves versenynaptárának. A 210 éves évforduló tiszteletére természetesen a szervezők összekapcsolták a két eseményt. A verseny főszervezője a névadó fia büszkén meséli. Édesapja olyan alapokat rakott le Gyönkön, melyre a későbbi testnevelők erős várakat építhettek. Itt voltak már csapatok Németországból, Ausztriából, Szerbiából, jelen pillanatban Horvátországból és Romániából van vendégcsapat. A hivatalos programjában a serdülő válogatottnak is benne van ez a torna, tehát ők is minden évben részt vesznek ezen a tornán. Tehát elmondhatom azt, hogy amit itt 20 éve elkezdtünk, az nagyon szépen kinőtte magát, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 20. alkalommal is meg tudtuk ezt a tornát szervezni. Az idén összevontuk a gimnázium, Tolnai Lajos gimnázium 210 éves alapításának az évfordulójával, szerettük volna egy kicsit ünnepélyesebbé tenni ezt az eseményt. Nagyon jó érzés ide bejönni a gimnázium falai közé, ahol édesapám is tanított annak idején, és nagyon jó látni, hogy ezt a kézilabdás hagyományt, amit ő megteremtett itt, tovább viszi, és tényleg vannak követői, és nagyon szép eredményeket érnek el a mai fiatalok is. Nagyon büszkék vagyunk, hogy az itteni volt testnevelő tanár, aki most elköltözött már, Farkas Attila, NB1-es szintű játékosokat nevelt ki itt Gyönkön, és a komlói csapatnak szállította az NB1-es szintű játékosokat. Azokat az alapokat, amiket édesapám letett, én úgy gondolom, hogy azok nagyon stabil alapok, arra lehet építkezni, és bízok benne, hogy a magyar kézilabdának még további tehetségeket fognak itt kinevelni. A torna győzelmet idén a serdülő válogatott szerezte meg, a székelyudvarhelyi és a hazaiak nagy megelégedésére a harmadik helyet elcsípő Gyönki csapat előtt. Több olyan oktatóval büszkélkedhet a gimnázium, akik hajdan tanulói voltak az intézménynek, és mindazt, amit itt kaptak, továbbadásra érdemesnek gondolták. Hum Zsuzsanna azt meséli, élete későbbi szakaszában jött rá, mindazok az értékek, amelyeket saját életében is fontosnak tart, ebben az intézményben kapta meg. Visszajött, és ma több hasonló élményt megélt kollégájával egyetemben, ő is ezeken az elveken oktat. Az, hogy itt tanultam a Tolnai Lajos gimnáziumban, az egy olyasfajta élmény volt nekem, amit csak később tudtam realizálni. Tehát amíg itt voltam, és ugye hétköznapi szinten éltük meg a diákéletet, addig nem volt tulajdonképpen akkora jelentősége annak, hogy később majd egyáltalán nem lesz mindegy, hogy anyanyelvi szinten beszélek németül, egyáltalán nem lesz mindegy, hogy európai gondolkodó, külföldi német és osztrák vendégtanárok tanítottak, hogy közelebb hozták hozzánk azt a fajta multikulturális szemléletet, akár úgy, hogy a saját családjukon belül például afrikai felesége volt a német tanárnak, és neki is lehetett élőben kérdéseket feltenni, illetve az ő szemlélete már akkor is, tehát hogy a különféle bőrszínű emberek, illetve az ő elfogadásuk és az abszolút nyitottság a különféle kultúrák felé, az innen jött.
Tehát utána, amikor bekerültem főiskolára, vagy akár munkahelyekre, akkor elég gyorsan rájöttem arra, hogy a közös pontok kiépítése, illetve a kommunikáció létesítés az ilyeneken múlik. Tehát, hogy mennyire tudom az előítéleteket velem szemben kezelni, illetve az előítéletek hiánya az én fejemben, mennyire segít engem hozzá ahhoz, hogy a másikat megismerjem. És onnantól kezdve, hogy meg tudom ismerni és érzi, hogy én rá vagyok kíváncsi, nem a bőrszínére, nem a vallására és nem arra, hogy igazából kívülről mit látok rajta, onnantól kezdve rengeteg olyan lehetőség nyílt előttem, amire itt még nem is számítottam, és ennek köszönhetem igazából. Tehát az, hogy most itt tanítok például, illetve az, hogy a gyerekeket próbálom megismerni a saját lényük szerint, az többek között az itt töltött éveimnek az eredménye, tehát azok a nehézségek, amiken én mentem itt át, mint diák, azok a küzdelmek, azoknak a küzdelmeinek a csalódás és az eredménye, a tanároknak való hozzáállása, ez mind egy olyan magamba szívott tapasztalat, amiből én a szakmai identitásomat most, mint pedagógus felépítettem. Igazából egy olyasfajta szellemiséget próbálok a munkámban megvalósítani, ami szerintem az emberek sokoldalúságát, így a gyerekek sokoldalúságát is próbálja kiszolgálni. Tehát a hozzájuk való hozzáférést próbálom ezzel megvalósítani, és hát ez a több csatornájú kommunikáció, vagy ez a fajta sokszínűség az, ami hát gyakorlatilag megvalósul, legalábbis az én fejemben mindenképpen, és próbálkozom, amikor beszélgetek velük, vagy visszakérdezek arra, hogy mi az, amit hiányolnak esetleg a munkánkban, amit ugye közösen építünk fel a gyerekekkel, akkor általában azért visszajönnek azok a visszajelzések, hogy az elfogadás mint olyan működik. Az iskola jelenlegi vezetésének legfontosabb gondja a jövő biztosítása. Mert akármilyen magas a színvonal, a külső körülmények hatásai itt is érvényesülnek. A jövőről. Vissza a református egyházhoz. De miért? Már Kálmán Dezső megfogalmazta iskola történetében az 1860-as évek végéről. Ott, hol a vallás buzgolkodik, a haza és emberbaráti szeretet működik, a minden jóra és nemesre való törekvés megküzd a körülményekkel, a siker és eredmény el nem maradhat. Nagyon szeretnénk, ha tovább működne ez az iskola. Tudni kell, hogy a Gyönki gimnázium Magyarország legkisebb településén működik, ahol van egyáltalán gimnázium, és azért ez hozza magával a vidéki létet. Tehát a környékünkön viszonylag kevés a gyermek, tehát a beiskolázásunk az minden évben nagy harc, de mivel kollégiumunk van így, azért a diákjaink fele messzebbről jön, egész országos beiskolázásunk van. De még egy momentuma van ennek az évfordulónak, ami most rendkívül fontos. 148 évig ez az intézmény a református egyház fenntartásában működött, 47-ben államosították, és ha minden igaz, és sikerül, amin most dolgozunk az egész tantestülettel és a Tolna megyei református vezetéssel, akkor szeptember 1-én úgy kezdjük a tanévet, hogy református gimnázium lesz újra, Gyönki gimnázium. Több okunk van arra, hogy ezt a lépést megtegyük. Tehát azt gondoljuk, hogy a mai világban a gyerekeknek van szükségük van egy bizonyos tartásra és bizonyos erkölcsi normákra, amiket a mai társadalomban azért nem mindenhol élnek meg, vagy nem mindenhol látnak. Ez az egyik oka, hogy szeretnénk egy kicsit a lelküket másképp ápolni, mint egy állami iskolában ez lehetséges. A másik, hogy a beiskolázási körzetünk egy kicsit kitáguljon. Tehát abban bízunk, hogy egy kicsit azért majd ezek alapján átalakul az iskola, és tovább fog működni, és majd a 250 éves évfordulóján is elmondhatják az utódaink, hogy elődeink jó munkát végeztek.